Mert ugye tényleg vannak az életben a hétköznapi kísértések, amikkel sokat foglalkozunk, hogy nem tudom, nem tudunk, indulatosak vagyunk, hogy falánkok vagyunk, hogy szóval hogy az érzékiség fogjai vagyunk. És ezek tehát nem állítom, hogy ezek nem fontos kérdések, de néha ha elfelejtjük azt, hogy az igazi nagy kísértése az életünknek, az az, hogy az ember lemondjon az üdvösségéről. Lemondjon a jó Istenbe vetett bizalmáról. Tulajdonképpen ezek a mindennapi bűnök, hogy így fogalmazzam, ezek azt ö, morzsolják föl bennünk, hogy a, a sok apróbb nagyobb bűn miatt az ember elveszíti szép lassan azt a reményét, hogy a jó Istenhez tud tartozni, hogy Isten neki megbocsát, neki lát az ember büntetni önmagát, elfordul Istentől, úgy érzi, hogy hát, én, én akkor inkább nem megyek áldozni. Hát gyonni sem megyek, mert úgyis csak két hét múlva ugyanott tartok. És akkor az ember szép lassan eltávolodik Istentől. Szép lassan eltávolodik a saját személyes élethivatásától. Elhomályosul előtte a Jóisten iránta való végtelen jósága. Jézusnak az érte vállalt megváltói műve. És a nagy cél, hogy így fogalmazom, a, a gonosz lélek nagy célja, hogy az embert az Istentől, az üdvösségtől távol tartsa. Nagyon fontos lenne most nagybőjtben egy kicsit visszatalálni a hitünk alapjaihoz, lényegéhez. Nem csak egyszerűen rossz szokásokon változtatni, az is fontos de sokkal inkább megvizsgálni önmagunkban, hogy mennyire szürkült el, kopott meg a Jóisten és közöttünk levő alapvető viszony. Ugye az utolsó kísértésre azt válaszolja Jézus, takarod sátám, mert írva van, uradat, istenedet imád, és csak neki szolgálj. Hát ezt fölírhatnánk a nagybőtünk fölé mottónak. Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ne ö, térítsen el az életünk igazi céljaitól, az életünk igazi értékeitől semmi.